Női autóversenyző emlékeink szerint eleddig nem szerepelt az axiál szakmai napokon. A feltűnően csinos Bush Edina a Lotus Lady Cup-on a tavalyi évben nem csak részt vett, hanem meg is nyerte azt. Az egész Lotus Ladies Cup 2011-ben indult. Tavalyi év folyamán 10-12 lány indult ezen a versenyen, ugye csak nőkről beszélünk. Ugye a Lotus Ladies Cup-ból ez hamar kiderül. Nagyon fontos, hogy indulunk Forma 1 betétfutam, VSR betétfutam, tehát ez a World Series by Renault, illetve a WTCC betétfutamán, ahol ugye Mihelis Norbi is nagyon-nagyon jól szerepelt a tavalyi évben. A Lotus Ladies Cup-on a tavalyi évben olyan hírességek is elindultak, mint Ördög Nóra, televíziós műsorvezető, Garami Anett volt szépségkirálynő, valamint Kis Ramona, a Barátok közt Szent Mihályi Zsófia. De hogy a törékeny hölgyeket hogyan lehet rávenni ilyen veszélyes dologra, erre Edinától vártuk a választ. Tulajdonképpen nekem két testvérem van, két bátyám van, és talán nekem innen jött ez a szeretet. Ők egyébként versenyeztek már korábban, és tehát innen jött nekem legalábbis. A többieknek honnan, azt nem tudom, viszont nagyon kemények voltak a csajok, tehát elég keményen helytáltak a mezőnyben. Én már versenyeztem egyébként férfiak között is, csak férfiak között. Volt olyan verseny, hogy az autóból nem tudtam kiszállni, úgy összetörték az autómat. De meg lehet edződni, és szerintem azt kell is. Hogyha van rá lehetőség, akkor ez egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy megmutassuk a férfiaknak, hogy mi is oda tudjuk tenni magunkat. Ha már a férfiaknál tartunk, van nekünk bajaiaknak is egy versenyzőnk, Vizin Tamás, őt ismered, de mit tudsz róla? Tamást ismerem, igen, ő a Clio kupában ment, illetve ment Seattal is, ha jól tudom. Szoros barátságban nem vagyunk, de ismerem őt. Bush Edina mellett a világbajnoki futam és Európa kupa győztes Mihelis Norbert is az axiál szakmai napok vendége volt. A pécsi Vengő Motorsport autóversenyzőjétől az előtte álló szezonról érdeklődtünk. Az idei szezonom az úgy fog kinézni, hogy legközelebb ugye Valenciában lesz a túlautó világbajnokság 2012-es évadának a második hétvégéje. Ugye legutóbb Monzában volt futamunk. De nagyon nehéz idénre számítok, mert az látszik, hogy a mezőny az nagyon-nagyon sűrű, de én azt gondolom, hogy a tavalyi eredményeket talán, ha minden simán megy, akkor idén is tudjuk majd produkálni. Azt, hogy a lányok is már manapság ilyen lótuszokkal rohangálnak. Hát nagyon jó dolognak tartom, ugye ez látszik ugye itt az Edina kapcsán is, hogy Magyarországon nagyon sok tehetséges, nem csak férfi autóversenyző van, hanem nő is, és abszolút jó dolognak tartom, hogy picit ugye a lányok is tudják bontogatni a szárnyaikat. Aki esetleg személyesen is szeretne találkozni Bush Edinával vagy Mihelis Norberttel, a szombat délelőttig még megteheti ezt Baján, az axiál szakmai napokon, ahol Sebestyén Sándor Dakart megjárt terepjáróját is meg lehet tekinteni.